Most haza kellett jönnöm a Balatonról emiatt, mert szarul elállítólag ez a felcsúti kampány, tehát most akkor a kampányfőnöknek is jönnie kell. Nem értem egyébként, tehát minden elő volt készítve, tavaly az űrállomás, a színház, tehát ezt most már magunktól vinni kéne. Most a Gergő megkért, hogy menjek le felcsútra, és most már itt álltunk a Duóban 2 órát, úgyhogy kurva ideges vagyok. Például itt van ez a plakát, hogy ez nem igaz, hogy ez senkinek nem tűnt föl, hogy ez életlen ez a plakát? Mi ez a bajusz? Ez az egyetlen dolog, amit kértem. Mondtam, gyerekek, elmegyek nyaralni, felőlem bárki lehet a jelölt, csak ne bajuszos legyen, bazd meg. Vagy ha bajuszos, akkor vágjátok le a fotózásra a bajszát, vagy legyen szakállas is, ha már van bajsza. Erre ott lóg a kibaszott bajusz az összes villanypóznál, jó? Nem az összes villanypóznál, mert sajnos nem az összes villanypóznál lóg. Ez is gond. Betűtípus valamennyire tetszik. Ugye a jelölt is tetszik, amúgy a bajusz leszámítva szimpatikus, ilyen joviális figura, én szavaznék rá. Örülök, hogy sikerült erre egy megfelelő embert találni. Ez a fideszes jelölt? Igen? Egy ilyen kis Indiana Jones szellem indulunk? Annyira tipikus ilyen fideszes gangster kép, nem? Látszik, így ránézel és látszik rajta, hogy gangster. Ez a kampánykocsi? Ez a kampánykocsi. Aha, de miért nem szól a zene? Itt van a kezemben a felül eszköz. Aha. Csak elnök úr interjú. És hol vannak a néptáncosok? Az volt, hogy itt néptáncosok lesznek, a tök üres az egész tér. Hát ezt egyszerűen nem hiszem el. És hol vannak a szóló? Már is akkor vagytok felül. Igen. Jó napot kívánok, Sebő Ferenc. Mi a helyzet itt felcsúton? Nem ért. Ja, hogy a közpénzeket a kutyapárt nem megfelelően költi el. Hát ez nagyon érdekes, hogy egy másik pártra gondolunk, amikor a közpénzek sajnos sorsa felől. Ez akkor, hogyha ez így igaz, akkor önöket felhatalmazva arra, hogy önök is költsenek közpénzt. Hát minket az a 100 000 szavazó, 100 000-en szavaztak a kutyapártra, és mi igazából az ő felhatalmazásukból járunk el, de egyébként szerintem sokkal többen. Azt is el lehet lopni. Hát mi azt nem ellopjuk, hanem mint látszik, a kampányra költjük, építettünk egy buszmegállót, tehát igazából... Hát ez szombaton. Nincs kedve esetleg eljönni a festésre? Szombaton. Hát ilyen délután fele, ilyen 4 után érkezünk szerintem, 4 körül már itt leszünk. Milyenre festünk? Hát 4 színűre, hogy mindenkinek legyen benne egy olyan szín, ami tetszik. Itt a fideszes csávó talpig narancssárgában. Egyelőre a saját jelöltünket nem találom, de keresek tovább. Most így szívesen megszólítanám az ellenfelet, de úgy látom, hogy éppen egy bevándorlóval egyeztet, gondolom a letelepedésről. Itt van, most már elkerülhetetlen a találkozás. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Sebő Ferenc vagyok, a Mészáros Lászlót. Kutyapárt kampányfőnöke. Igen, tudom, láttam a plakátokat. Gratulálok a kalaphoz. És mi ez a kutyapártos póló? Hát ez egy póló. Kit akar ezzel megtéveszteni? Azt hiszi, hogy fölvesz egy kutyapártos pólót, és akkor majd a felcsúti kutyapártosok is magára szavaznak. Láttam, hogy a plakátokat is rólunk másolták. Másoltuk a plakátokat? Igen, ugyanúgy néznek ki a maguk, a fideszes plakátok ugyanúgy néznek ki, mint a kutyapártos jelöltnek a plakátjai, csak milyen kicsit szebb. Látszik, hogy egy gangster, nem? Nem, ez egyáltalán nem. Ez a napszemüveg. Ez a hipster. A vírusváltás van a Fideszben, vagy mi? Nem a Fidesz, ez a két fapú. Kiadták az UKSZ-t, hogy szexinek kell lenni, meg trendinek. Két fapú kutyapártnak a plakátjai. Bár meg kell hagyni, hogy ez a két fapú kutyapárt plakátja? Ez a két fapú kutyapárt plakátja. Ez a mi plakátunk? Igen, ez a mi plakátunk, kampányfőnök úr. Ja, te a mi jelöltünk vagy. Igen, én vagyok. Mészáros László, hadd mutatkozzak be ismét. Ja, szia, Sebő Feri. Ó, bazd meg, téged keresek. Csak azt hittem, hogy a kicsit megtévesztő, hogy ez kinek az ötlete volt, hogy ugyanaz legyen a neved, mint a másik jelölté. És a Gergő fölhívott, hogy azonnal jöjjek fel felcsútra, mert hogy nagy baj van, mert elkezdte betömni a kátyukat. Mondta neked, hogy inkább kátyukat kéne csinálni.
Hát ez szóval volt valami félreértés? Itt volt egy kis félreértés, hogy a közútkezelő is betömött egy kátyút az úton. Aha. És a szomszédházban lakók meg vannak róla gyűjtődve, hogy a két falkok ugye pár csinálta. Ja, nyilván ezen túl minden kátyút mi tömtünk be, nem? Igen, mostantól mi kátyúzunk. Igen. Egyébként a kátyú.hu-n bejelenthettek ti is kátyukat, és ha oda jutunk, ha vége ennek a kampánynak, és oda jut a Zoli, akkor betömi nektek.